Ritka betegségben szenvedő kisgyermekek, mivel nem ismerik fel a betegséget, diagnózis hiány sokszor megfelelő kezeléshez sem jutnak. Ez a Mentőv információs központ és segélyvonal, a portált a ritka és vele született rendellenességgel élők országos szövetsége hozta létre és működteti azért, hogy információkkal segíthessen a ritka betegségben szenvedőknek. Mindezt a magyar állam csak kevés pályázati lehetőséggel támogatja, ezért fordult a civil szervezet a norvég civil alaphoz támogatásért. Többször próbálkoztak, és végül 2014 végén 15 millió forintot nyertek 18 hónapra. Ez egy minden európai tagállamra némileg kötelező állami feladat, hogy egy ilyen rendszert fönntartson. De a magyar állam nem csak a portál létrehozásában, a működtetésében sem segít túl sokat. Csak önkéntes munkával történik. A norvég alaptól kapott támogatás miatt az állam helyett dolgozó szervezetet is érinti a civil szervezetek ellenőrzését szigorító törvény, amely szerint 7,2 milliós támogatás felett nyilvánosságra kell hozniuk, hogy külföldről is kaptak pénzt. Pogány Gábor attól tart, hogy ezzel meg is bélyegzik őket. Civilek is tüntettek a múlt héten Budapesten a Hősök terén, ők is attól tartanak, a törvény miatt ellehetetlenül a működésük. A jogszabályt most kezdte tárgyalni az országgyűlés, egyik benyújtója Gulyás Gergely szerint ettől senkinek sem kell tartania, és a jogszabály még változhat is. Szerint a kormány célja csupán az, hogy átláthatóvá tegyék a civil szervezetek működését. De ez a törvény semmilyen megbélyegzést nem rögzít, ez egy tényt kíván csupán rögzíteni. Azt is látjuk, hogy vannak olyan szervezetek, amelyeknél a különbségtétel indokolt. Az LMP frakció vezetője szerint azonban értelmetlen a törvény, mert azok a szervezetek, amelyek betartják a jelenlegi szabályokat, most is átláthatóan működnek, nem úgy, mint a kormány támogató civil összefogás fórum, amely szerinte hiányos adatokat közölt a működéséről. Tök üres. Az a helyzet, hogy a CÖF ezt bírta bevallani. Itt van a másik, ez egy önök által, Soros által pénzett szervezetek nevezett intézménynek a bevallása, ez tele van írva számokkal, ott van takra. Megkérdezem frakcióvezető asszonyt, hogy bejelentette a szemléltetés módját. Ne csináljuk már viccet! A civil összefogás fórum szerint minden kötelezettségüket teljesítették, Szél Bernadett pedig olyan lapokat mutatott, amelyeket nem kellett kitölteniük. Az adatvédelmi hatóság elnöke ma egy nyílt levelet tett közzé, amelyben azt írja, a törvény elérheti a célját, hogy különböző érdekcsoportok titokban ne használhassák saját céljaik elérésére a civil szervezeteket. Péter Falvi Attila ugyanakkor bővítené a törvény által érintett szervezetek körét. Javaslata szerint a jövőben ne csak a külföldről kapott támogatásokat kelljen feltüntetni, hanem a kormány, a politikai pártok és a gazdasági szereplők által nyújtott adományokat is. Sőt, Péter Falvi Attila szerint azt is meg kell vitatni, hogy a vallási tevékenységet végző szervezetekre is vonatkozzon-e a törvény.